Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 30. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban a Dankó Klub kihelyezett felvételéről készített összeállításunkat láthatják. Tartsanak velünk! A Dankó Rádió ezúttal Felső Zsolcán a rendezvények házában tartotta felvételét. A nóta és operettesten fellépett többek között Bangó Margit Kossuth díjas énekművész. Tudsz-e még szebb zenét, mint ha jaj, tapsilar két füledbe zúg? Nézze meg, máma, még műsorunk slágerét, ezt a szép fiút. Ha játszik Jimboy, mint oly törpevág zenész, játszom, látszom, nőknek szíve vész. Szól a gong és a hang és ezzel női szem két szememben néz. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweet heart, légy te velem jó, te légy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak for you, du-du-du-du, oly szegény a szultán, kevés pár szó, a sunny girl-öm, te légy jó. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, légy te velem jó, du-du-du-du. Lámpafény, lámpafény, pódium, publikum, ez az én hazám. Jimmy Boy, jó fiú, az tud olyan sudubdú, ő ma itt a sztár. Ha bár a banjo brummok szól a dégelkar, a néző is érzi, hogy ez már pazar. Függöny fel, remekel a jazzben is nagymester, ragtime zenekar. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, légy te velem jó, te légy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak for you, du-du-du-du, oly szegény a szótár, kevés pár szó, a sunny girl-öm, te légy jó, my golden baby, my beautiful baby. A Dankó Klub felvétele ezúttal Felső Zsolcán volt a rendezvények házában. Több mint 800 fős közönség előtt álltak színpadra a Dankó Rádióban oly sokszor hallható művészek magyar nóta és operett slágerekkel. Maga a rádió, azt én említettem, és az bevezetőben, azt 2012. december végén indult. Mi országos rádiók lettünk 2014. januárjában. Az elmúlt másfél évben, miután megismert bennünket az ország, nagyon sok frekvencián adjuk a nap 24 órájában a műsort, egyre több megkeresés érkezett, egyre többen mondták azt, hogy nagyon sajnálják, hogy nem tudnak eljutni a fővárosban, hallottak arról, hogy létezik a Dankó Klub, azt is tudják, hogy minden hónapban. Ez az én kezdeményezésem volt, mert én azt mondtam, hogy akkor igazán izgalmas és élő ez a műfaj, hogyha nem csak a rádióban hallgatják az emberek, hanem egy interaktív kapcsolat van, meg tudjuk mutatni, hogy ez a műfaj, ez él, ez működik, az emberek hallgatják, nem nagyon van módjuk arra, hogy ezt élő zenei kísérlet mellett hallgassák. Ezért mi létrehoztuk a Dankó Klubot egyelőre ugye a fővárosban állandóan minden hónap utolsó hétvégén, és akkor én azt mondtam, próbáljuk meg, nézzük meg, hogy hogy fogadják ezt a műfajt vidéken. Hiszen tudtuk, hogy nagyon szeretnék az emberek, de azt is tudtuk, hogy meg kell teremteni azokat a feltételeit, amivel el tudjuk vinni az élő cigányzenét. Jelen jelen lungo met romenza mana jile baktavle romenza jelen jelen lungo met romenza ai
maladi le sucre romenza. Gelen lungo nedromenza, maradile battale romenza. Gelen lungo nedromenza, maradile suke de romenza. Ai romale. Alla volivla cecca la iaca, oh, che si con le sardui che le draca, oh, alla volivla cecca la iaca, che si con le sardui che le draca, ai romale. A nagy sikerű koncerten fellépett Bangó Margit Kossuth díjas énekművész. Itt az emberek, és ez, ami a koncert után történt, magyarok és külföldön élő magyarok, akik itt voltak, ausztrálok, amerikaiak, izraeliek, ezek magáért beszélnek. Ilyenkor mondom azt, hogy érdemes élni, és mennyire jó az, amikor nagyon-nagyon fáradt vagyok, és kimegyek a színpadra, és meghallom, és meglátom a közönségnek ezt a mérhetetlen nagy szeretetét. Szinte rajongnak. Szóval ez valami csodálatos érzés. Én azt hiszem, hogy ami egy kicsit, tulajdonképpen a nóta, a magyar nóta kicsit mostoha, de az utóbbi időben is hála a Dankó Rádiónak és a Duna TV-nek, hogy ők naponta, és most már az ország nagy részében is tudják hallgatni a Dankó Rádiót, tehát meg tudják ismerni a magyar nótát azok a gyerekek, akik eddig nem ismerték. Viszont a nagyon nagy dolog, én azt hiszem, hogy a világ minden táján tudják fogni a Dunavördöt. És a Duna Televízió köldöke a magyarságnak, a világ magyarságának. Ez csodálatos dolog, azt hiszem, amikor egy nóta elhangzik, vagy bármit, amit ugye itt énekeltem, és ahogy fogadja a közönség. Én csak annyit tudok mondani, hogy Isten áldja a magyarságot, Isten áldja a zsolcai embereket, és még van egy kívánságom, hogy 20 év múlva egy nótát hagy énekeljek itt. Parnoszi, Rioni, Parnoszi, Kamavlá, Menera, Andalá, Lásoszi, Rioni, Lásoszi, Tája azért nagyon kamavlá, Sidere, Tanáj, Bomba. Bomba, sarari bomba, bomba. Ah, sarari bomba, chidera tanai bomba. Ah, sarari bomba, sarari bomba, bomba. Ah, sarari bomba, chidera tanai bomba. Onen sets, akkor én elmegyek. Mi
bomba, üsse meg a bári bomba. Hé, 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 szarári bomba, szarári bomba, bomba. Szarári bomba, sídelet a ráj bomba. Szarári bomba, szarári bomba, bomba. Szarári bomba, sídelet a ráj bomba. Amikor már erőtlen vagyok, úgy érzem, az erőtelenségemben a közönség szeretete az, ami erőt ad. Sokoldalú vagyok, mondhatom ezt nyugodtan, hogy mindenevő vagyok, és magyar nóta, cigánydal, örökzöld, elsősorban én inkább a lírai dalokat szeretem jobban, természetesen a... Szóval mindegyiket szeretem, de ha azt kérdezett tőlem, hogy mit szeretek jobban, az a lírai dal. És azon belül is az örökzöldek, és azok a dalok, aminek mondani valója van. Teremi Trixi operett színész Szubrett, aki 17 év alatt több mint 80 külföldi turnén vett részt, és Bozsó József színművész operett slágereket énekelt. A közönség velük együtt táncolt. Hogy fogunk turbikolni mindkét gerlice? Rece, illetve fice. Este a fokosodra támaszkodom majd, és elfújom ezt a csodástat. Hogy? A kukaci határon van neked, ne cikányom, ne ködöm a pénzed patikára. Kislány ül a szeletbe, húzatom a fületbe, úgy figyülök vígan a világra. Mert az ember itt jókos, pityókos főben, börtöt iszik hajnalban a krumplicsésszel. A kukaci határon van nekem egy cigányom, nem ködöm a pénzét patikára. Jaj, hát isteni! Hát én még mindig a balázba vagyok. Hát nagyon jó az, amikor úgy mondjuk, hogy nem kell megcsinálni a műsort, hanem egyszerűen adja magát, mert rögtön az ember bemegy a színpadra, és érzi azt az energiát, ami a közönségből árad, és ez ma egyértelműen nagyon, nagyon ott volt, és köszönjük nekik. Nagyon-nagyon jó indulatú közönség volt, és nagyon élvezték a műsort, úgy éreztem, úgyhogy mi is élveztük nagyon a velük játékot, mert lényegében játszottunk velük, hiszen együtt énekeltek velünk, és együtt táncoltak velünk, mozogtak, úgyhogy köszönjük a Felső Zsolcai közönségnek, és köszönjük a Danko Rádiónak, hogy itt lehet. Mint az operett műfaj, ez hozzánk tartozik, és egy elnyűhetetlen dolog. Szóval mindig jönnek be a kornak a sajátosságai, meg mindig a modernizált élet, de az, ami jó, ami igazán nívós, az megmarad egy életen át, és hiába vannak újabb és újabb, modernebb stílusok, azért ez a műfaj él, és élni is fog. Benne van a nevében magyar nóta, magyar cigányzene, magyar operett, ezek mindig benne van, hogy ez valamilyen szinten az ős gyökerekbe fogóckodik. Hát ezt már nagyon megérezték ugye a zeneszerzők is, mint Liszt Ferenc például, mint legelsők között, ha bár nem tudott magyarul, csak németül, mégis megérezte azt a fajta feelinget, hogy külföldi szóval, azt a fajta érzést, ami a magyarok sajátsága, ez a fajta temperamentum és ez a fajta jófajta mulatozás, ami a színpadon megy. És hát nagyon-nagyon nívós szerzőink voltak nóta szinten is, hát Dankó Pistát megemlítenénk, aki hát egyik nem is magyar nóta, hanem magyar dalköltő volt, és itt nem lehet külön választani a cigány vagy a magyar nóta zenét, itt csak azt lehet mondani, hogy magyar zene. Tehát itt szeretném a pontot letenni, itt lehet elmondani a magyar nótáról, a cigány zenéről és a magyar operettről is, hogy magyar zene, illetve világzene. A Felső Zsolcai férfi népdalkör is bemutatkozott a 2012. decemberében indult, mára már csak nem az ország egész területén fogható Dankó Rádióban. Csácsogó madárka, vidd el a levelet, ezt a rózsás levelet, a babám ablakába. Korában a sas meg a szín.
mindannyiról jó, hatodkor fogára. Fáj a szívem egy szín, barna kislányra, arra pedig senki szíve ne fájjon, úgysem házasodik még ő a nyáron. Édesanyám, de sokat kért a jóra, hogy ne menjek szombat este sehova. Nem maradtam édes anyám szavára, rávitek a lányok a csatasára. Nem maradtam édes anyám szavára, rávitek a lányok a csatasára. Meghalok, még beteg sem vagyok, mert engem ezt a szeretőm édesanyja nagyon megátszódok, ne átszódok. Senki édes anyja, mert én azt a hálisztályú gömbölányát nem szerettem volna. Ha szerettem volna, el is vettem volna, a bográcsi gömbvilágos oltár előtt meg eltűntünk volna. A bográcsi gömbvilágos oltár előtt meg eltűntünk volna. Mi tudtunk arról, hogy Felső Zsolcán van egy fantasztikus népdalkör. A mai estén hallottuk is őket, hiszen meg is hívtuk őket ebbe a klubba, és mi mindenképpen szerettünk volna elmenni egy olyan helyre, ahol bennünket nem csak szívesen várnak és fogadnak, hanem maga a település is be tud mutatkozni. Édesanyám, de sokat kért a jóra, hogy ne menjek szombat este sehova. Nem maradtam édes anyám szavára, rávitek a lányok a csatasára. Nem maradtam édes anyám szavára, rávitek a lányok a csatasára. Mert halok, még beteg sem vagyok, mert engem ezt a szeretőm édesanyja nagyon megátszódok. Ne átszódjon engem senki édesanyja, mert én azt a hálisztályú gömbölányát nem szerettem volna. Ha szerettem volna, el is vettem volna, a bográcsi gömbvilágos oltár előtt meg eltűnt. A bográcsi gömbvilágos oltár előtt meg eltűnt volna. A művészeket az egész világot beutazott Lakatos Miklós és zenekara kísérte. Akkor érzi az ember, hogy olyan emberek vannak körülötte, akik imádják a zenét, a jó zenét, tehát minden embernek megvan, szerintem minden művésznek megvan az, hogy van egy színvonal, ami alá nem adja, tehát a 100% nálam, vagy nálunk 150% a minimum. Sírva vigad a magyar, ugye? Hát volt itt jó, volt itt szép, volt itt minden volt, úgyhogy ezt végigéli az ember, ugyanúgy, mint a szerelemtől kezdve, a minden, amit el lehet képzelni, ami jó van, a földi jó van, rossz, hát mindenkinek van bánata, mindenkinek van ez, az, hát ezt ugye ezt adja ki belőle az ember, de ez csak a magyar nótában van. Nagyon kedvelik, és érezni rajtuk, hogy együtt van az emberrel, tehát végig át tudják élni azt, amit játszik, főleg hegedűvel, amit én játszok, az egy teljesen más, mert ugye nem mondom a szöveget. Most azt kell, hogy érez az az ember, akinek játszok. Itt a közönség úgy érzem, hogy érezte nagyon, méghozzá nagyon is jól. Ha
akkor rádiónak ez a fajta felvétele, eddig a Thália Színházban voltam háromszor, azt hiszem, de hát előtte még, ami volt, a Magyar Rádióban volt, hát én már régóta játszom a Magyar Rádióban, 82 óta. És a televízióban is ugyanúgy, a régi TV 1-2, amikor még csak az volt, már akkor játszottunk. Hát most az új, ami most új kezdődött, ezt a Dankó Rádió kezdte el, hála jó Istennek, felkarolta a magyar nótát, úgyhogy azt hiszem, hogy ez megint egy olyan dolog, hogy na végre valami kezd dobogni. A fető célja az, hogy szerintem az, hogy én a világot tulajdonképpen mondhatom nyugodtan, hogy majdnem bejártam. Minden országnak megvan egy maga saját adója, ahol saját zenéjét játsszák. A görögöknél a görög, franciáknak francia, a spanyoloknál csak spanyol. Mindenhol megvan ez, csak Magyarországon nem volt eddig. Most pedig van egy olyan rádió, ahol végig tulajdonképpen lehet hallani magyar nótát, operettet, tehát minden olyat, ami magyar. Hát ez a magyarsághoz tartozik, ez nem cigány zene, hozzáteszem, amit mi játszunk, ez magyar zene. Csak a magyar cigányok tették híressé. A Dankó Klub felvételei Budapesten a Thália Színházban készülnek. A Felső Zsolcai Nótaest volt az első kihelyezett vidéki felvétel. Nagyon nagy örömmel láttuk azt, hogy egy nagyon értő közönség előtt lépett föl a meghívott művészek serege, hiszen itt olyan tényleg, hát a Lakatos Miklós primási zenekar is Kossuth Díjas, Bangó Margit is Kossuth Díjas. Na most ebből nem ez az érdekes, hogy a Kossuth Díjasok, hanem az, hogy ennek a műfajnak is vannak nagyon rangos, nagyon magas kitüntetéssel elismert művészei, és amikor ők eljöttek, én azt gondolom, hogy a Felső Zsolcai közönség, ha egy neve nincs nótaénekes is, de egy nívos nótaénekest hallott volna, annak is ugyanúgy örült volna, de nekünk külön öröm az, hogy meg tudtuk nyerni ezeket a művészeket, és el tudtuk hozni. Igen, ez a Felső Zsolcai közösség. Értő közösség volt, ők maguk is részt vettek úgy ebben a műsorban, nagyon komolyan hozzátettek a műsor sikeréhez, hiszen láttam, hallottam azt is, itt ültek a közönség soraiban a hozzátartozók is, a férfi népdal kórusnak a, gondolom én, hozzátartozói, akik szintén nagyon nagy örömmel vették azt, nagyon örömmel vették azt, hogy az ő embereik is felléptek ezen a színpadon. Az Estházi asszonya, a Dankó Rádió műsorvezetője Erdélyi Klaudia volt. Mi, amikor eldöntöttük, hogy Felső Zsolcát választjuk, akkor mi tudtuk, hogy miért tesszük ezt, és hát minden vágyunkat és elképzelésünket felülmúlta ez az este. Hiszen először voltunk 500-an, 600-an, és aztán ma este több mint 800-an gyűltünk össze. Az, hogy megénekeltessük az embereket, és kivigyük tulajdonképpen Budapestről, a Thália Színházból a magyar nótát, az operettet, és hogy együtt lélegezzük, együtt énekeljünk az emberekkel. És hát nem titkolt célunk az sem, hogy a fiatalokat is megszólítsuk. Szengnek. Egy-egy virág rábólogat, harmatot könnyeznek. Minek a virágnak mámorító illat, mikor tarka szirmai közt virágok nem nyílnak. Én Istenem, adjál szárnyat, mint a fákon a dalgó madárnak. Vagy legalább hideg szívet ne érezzem melegét a nyárnak. Minek melengessek lágyat a szívembe, hogyha nincsen szerelem, mely szerelmem megértsen. Minek melengessek vágyat a szívembe, hogyha nincsen szerelem, mely szerelmem megértse. Minek melengessek
vágyat a szívembe, hogyha nincsen szerelem, mely szerelem. Kérdés el, oly nem nem tájna, erdem nem létájna, erdem nem tájna, erdem nem tájna, oly nem nem tájna. Én Istenem, adjál szárnyat, mint a fákon a dobodó madárnak. Vagy legalább hideg szívet, ne érezzem melegét a nyárnak. Minek melengessek vágyat a szívembe, hogyha nincsen szerelem, mely szerelmet megértse. Minek melengessek vágyat a szívembe, hogyha nincsen szerelem, mely szerelmet megértse. Az estről készült felvételünket az MTVA-val kötött szerződés értelmében augusztusban láthatják majd. Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 30. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsoltatv.hu-n. Kövessék munkánkat a közösségi portálokon is, és töltsék le mobil alkalmazásunkat. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!